Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a Katalizátor című műsort látják. Tölgyesi Katalin vagyok. Elkezdtünk az őszi ünnepekről egy sorozatot, és ez a mai adásunk is nagyon érdekes lesz. Közvetve kapcsolódik az ünnepekhez, de majd meglátják, hogy mi ez a csoda, ami itt az asztalon virul. Elhoztunk egy különleges építményt, egy különleges szerkentyűt, mert a mai adásban egy Európa-bajnokot köszöntök, és nagyon izgalmas területre vezetjük majd a hallgatókat. Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy újból együtt vagyunk. Orsovay Dezső az én kedves vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Igencsak nagy megtiszteltetés, hogy egy Európa-bajnokkal ülhetek itt egy asztalnál. Nagyon szeretném, mielőtt még bármiről is beszélünk, elmesélnéd azt, hogy ez a tünemény, ami itt az asztalon látható, ez micsoda? Minek vagy te egy kiváló képviselője? Egy olyan különleges sportágnak vagy az ismerője, sőt, te is készíted ezeket a fantasztikus műveket, ami azt hiszem, hogy olyan különleges, hogy nagyon kevesen hallottunk róla. Én is, mielőtt még megismertelek volna, fogalmam sem volt, hogy létezik egyáltalán ez a sportág, és hogy ilyen kiválóságok vannak Magyarországon, mint te és a csapattársaid. Igen, ez egy nagyon különleges modell. Zártéri modellnek hívjuk, angolul indoor modell. Mindjárt a nevében is benne van, ez csak zárt térben tud repülni, hiszen annyira vékony és könnyű. Ez az itt látható modell, ez 1,2 g, és 800 g-nyi a gumi rajta. Zárt térben repül, időtartamra megy a verseny. Ez a kisebbik modell egyébként. Kezedbe tudnád venni egy kicsit, mert igen. Nagyon... nehezen lehet látni, és hogyha téged mutat a kamera, akkor kevésbé lehet látni, de ha rád kerül... Így talán itt. Jobban. És meséld el, hogy miből áll ez a szerkezet. Minden balzafából készül, ez egy dél-amerikai egzotikus fa, ami nagyon könnyű, de nagyon jó a szilárdsága. Így lehet megcsinálni ilyen könnyűre. Tehát a bázis, a törzs is, a légcsavar is 3/10 mm vastag a lapát. Ez a fólia, ez egy Dupont fólia, ami kondenzátorgyártásban használatos, nekünk viszont kiváló arra, hogy bevonjuk vele a modellt. Azért ilyen színes, mert olyan vékony, hogy interferál. Ez 5/10 mikron vastag. Most egy kicsit fordítsuk le teljesen laikus nyelvre. Amit most eddig elmondtál, egy kicsit próbáld valamihez kötve elmesélni, hogy mitől. Egyrészt ez egy lehelet, finomságú, vékonyságú anyaghalmaz, ami a kezedben van, ha fogalmazhatok így. És ugye ebben a zárt térben, amiben ti ezeket a versenyszámokat bonyolítjátok, ez a repülő csak egy ilyen zárt területen működhet. Miért? Mert a súlya, az összetétele és mindenféle egyéb erre ad lehetőséget. Tehát, hogyha ezt egy kicsit így részletesen elmesélnéd, és egyszerű nyelven megfogalmaznád. A modellezés már évek óta, évszázadok óta izgatja az embert. Általában a nagy gépeket, eszközöket, házakat megcsinálják kicsibe. Itt is repülőmodellről van szó. Ezek nem kicsinyített másai egy nagynak, hanem egy önálló életet élő modellek. A repülőmodellezés is egy technikai sportág, úgy hasonló, mint egy Forma 1, vagy a motorverseny, vagy bármi hasonló. Itt az a lényeg, hogy mit készítjük a modell, mi tervezzük, mit találjuk ki, megtervezzük, megcsináljuk, és utána versenyzünk bele. Ez most, a... Bocsánat, azért beszélsz többes számban, mert ti csapatban dolgoztok, de ettől függetlenül ez a műalkotás, engedd meg, hogy én ezt mondja, ez a te produktumod, nem? Ez a te igen. Tervezésed, ez egy önálló, egyedi modell,
amit te kitaláltál, kiszámítottál, megtervezted, az anyagokat beszerezted. Apropó, Magyarországon lehet ezeknek az anyagoknak utána járni, vagy külföldről kell beszerezni? Ezek annyira speciálisak, hogy ezeket külföldről szerezünk. Honnan? Többnyire Angliából, Amerikából, Egyesült Államokból. Vannak ehhez megfelelő speciális kereskedők, akik ezeket az anyagokat forgalmazzák, náluk be lehet venni, de utána ezeket meg kell munkálni. Tehát itt gyakorlatilag kézzel készül, handmade minden. A fóliát tudjuk így készen megvenni, de azt is, vagy azzal is nekünk kell bevonni, tehát semmi nincs készen. Ahogy említettem, ez a kisebbik modell, ezzel nincs, ebben nincsenek világ- és Európa-bajnokságok, a nagyobb modellekkel vannak Európa- és világbajnokságok. Az mit jelent, hogy nagyobb modell? Tehát ez milyen méret, és a nagy az milyen méret? Ez egy amerikai szabvány, illetve egy amerikai szabályzat szerint készült modell, mindene incsben van megadva. Incsben, az egy angol száz mértékrendszer. Nekünk is át kell mindent ugye számítani milliméterben, mert itthon ezt alkalmazzuk, és ehhez vagyunk hozzászokva. De ennek körülbelül a háromszorosa több tekintetben is ez a nagyobbik modell. Súlyban az 1,4 g, az egy kicsit bonyolultabb, a törzse is csőből készül, 3/10-es balza csőből, és egy kicsit nehezebb megépíteni is, és nehezebb versenyezni is vele, de aki ezt csinálja évtizedek óta, annak ez nem jelent gondot. Egyébként ezzel a modellel néhány éve a Budapesti Műegyetem aulájában világrekordot tudtam repíteni. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a világon, abban a teremmagasságban, ami a Budapesti Műegyetem magassága, az 14,92 század méter, tehát a 15 méteres terem kategóriáig a 20 perc, 45 másodperces időm az a legjobb volt a világon. Ma már az egyik japán cimbora ezt megdöntötte. De hát erről szól a verseny, hogy kirepít jobbat. Időtartamra játsszuk ezeket a versenyeket mindig, és hadstart van egy verseny, a két legjobbat értékelik. A magyar csapat egyébként, amiről már beszéltél és említetted, tavaly, illetve az idén világbajnok lett. Világbajnok? Igen, áprilisban Romániában volt világbajnokság, és a magyar csapat aranyérmet szerzett, aminek én is tagja voltam. Ez csodálatos. Nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért. Akkor ezt így kellett volna először mondanom, hogy világbajnokkal ülök egy asztalnál, de bocsáss Európa meg, bajnok hogy, is voltam, és hogy nem, jó, csak azért mégiscsak a világbajnok egy kicsit előrébb van, fantasztikus. Tehát a világon egyedülálló az, amit ti tudtok. Mennyire ismert az nemzetközi viszonylatban ez a sportág, illetve a magyarok akkor ezen információ alapján ti egy kiemelkedő pozíciót képviseltek, vagy a ti csapatotok az, ebben ami különleges? Ebben a kategóriában. Ebben a kategóriában. A repülőmodellezésben is közel 30 egy néhány kategória van, ez az egyik. Uh-huh. Tehát minden kategóriának megvannak az Európa világbajnoksága, és akkor azon vagy szerepel a magyar csapat, vagy nem. Mi ebben a kategóriában vagyunk nagyon jók. Azt el tudnád mondani, hogy ha mondjuk a sportágokban gondolkozom, ugye van vegyes, van hátúszás, van pillangó, van mellúszás, gyors, stb. Ez milyen számok között, hol áll ez a kategória? Igazából ugye a technikai sportoknál mindig a bonyolultságot vagy a nehézségi fokot mérik. Mi nem tartjuk ezt a non plus ultrának, tehát a csúcsok csúcsának, ugyanakkor ezzel a kategóriával viszonylag kevesen foglalkoznak. Tehát ez a finomsága miatt annyira talán nem népszerű. Sokan neki se állnak egy ilyen finom dolognak. Hát ez nagyon macerás lehet egyébként ezt elvégezni. Inkább unikum és különlegesség a repülőmodellezésen belül is. Fantasztikus dolog. Akik igazán csináltak már komoly modelleket, azok tudják, hogy ez egy különleges kategória. Tehát inkább a különlegessége, ami számít, nem a bonyolultsága, hiszen vannak sokkal drágább, sokkal nagyobb, sokkal komolyabb modellek. Mennyire szükséges az a kézügyesség, amivel te rendelkezel. Én ezért is említettem ezt a műalkotást,
hogy én így nevezem, tényleg ez egy műalkotás, mert egy különleges kézügyesség szükséges ahhoz, hogy valaki ilyen elképesztő finomsággal, ilyen lehelet, hozzá sem merek nyúlni, tehát így... Tehát az emberi test melegétől is megmozdul a modell. Emberi test meleg. Ez fölfoghatatlan. Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki ilyet csináljon? Tehát valóban én úgy gondolom, hogy neked egy olyan különleges képességed, olyan ajándékod van, olyan kézügyességed, hogy talán ez abszolút nem minden napi tevékenységnek egy produktuma. Mert jobban nem is tudom körbeírni. Így igaz. Ez egy tehetség, egy adottság, amit Istentől kaptam. Nagyon hálás vagyok érte. Én nem vagyok egy matematikus zseni, vagy egy operaénekes tehetség. De modellépítő zseni az vagy. Ehhez értek. Ez a kezemben van, és a fejemben van. És én ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon elégedett vagyok. Mennyi idő alatt épül meg egy ilyen szerkezet? Ehhez két dolog szükséges, részben elő legyenek készítve az anyagok, és meg legyen minden szerszám. Minden felület, minden dolog sablonban készül, és speciális szerszámokkal. Tehát a szerszámok elkészítése az egy-egy modellhez, utána aztán a többi modell már készülhet ezekben a szerszámokban, az egy hónap, két hónap, ki mennyit tud. Bocsáss meg, a szerszámot is te készíted? Igen. Hát a sablonok és a különböző, például a légcsavar sablon, amin készül a légcsavar, az egyik legfontosabb szerszám, annak a szerkesztése, elkészítése és készre csiszolása az egy hosszabb művelet. Körülbelül másfél-két hónap, mire felszerszámoz az ember, és utána egy két hét alatt megvan. Fantasztikus. Tényleg lenyűgöző. Az igazság, ha én még soha nem találkoztam ilyennel. Tehát amikor először láttam képeken, az is lenyűgöző volt. Most ehhez még szükséges tudni, hogy miért is a zárt tér az, ahol ezeket a bajnokságokat lebonyolítani lehet, illetve miután említetted, hogy a test melegétől is megmozdul, akkor nyilvánvalóan a kinti természeti viszonyok abszolút tönkretennék esetleg, mert olyan légmozgás van kint, még ha nincs is nagy szél vagy szellő. Mesélnél erről egy kicsit bővebben? Így van. Ugye a súlya, hogy 1,2 gram, ami két gémkapocs súlya. Két gémkapocs súlya. Igen. Két gémkapocs. Fantasztikus. Föl se lehet fogni. Tehát két gémkapocs súlya az, amit ez a produktum nyom. Elképesztő. Tehát ezt a modellt kivinnénk a szabad levegőre, ahol az ember nem is érzi azt a légmozgást. Ez a modell rögtön jelezni, hogy merre és hogyan mozog a levegő, nem beszélve a szélre, a szellőről, termikről. Tehát ez működésképtelen lenne kint. Nem bírja ki a váz sem azt a szelet, hiszen ez nagyon lassan repül. Uh-huh. Ez a modell is olyan 50 centi, tehát egy fél métert tesz meg egy másodperc alatt, tehát ilyen lassan repül. Ha most ennél gyorsabb a szél, ugye akkor az nyilván tönkre teszi, és ezért csak zárt mint térben. Mint egy tolpihe, amikor elindul. Majdnem úgy, igen. Uh-huh. Majdnem úgy, igen. És te hogy irányítod ezt? Ezt nem irányítjuk, úgy van beállítva. Aszimmetrikus a szer, meg van döntve a csillapító egy kicsit, és el van húzatva az a csapágy, amivel a légcsavar tengely van, és ettől ez körbe forog. Fölhúzzuk a gumimotort, rátesszük, és elengedjük. Az elengedés pillanatától a földetérés pillanatáig mérik. Uh-huh. Erről szól a verseny, és a gumiba húzott fordulat, forgatónyomaték gyakorlatilag az egy erő, és ez ebből lesz mozgási energia, és ez viszi fel a modellt. Uh-huh. És ahogy fogy a fordulat, fogy a, egyre kisebb a forgatónyomaték a gumiba, akkor szépen lassan leszáll. És mivel így van beállítva, ugye így körbe tud repülni szépen az adott helyen, az adott terembe. Sportcsarnokokba, Romániában például egy háború előtti sóbányafejtésben van verseny. És ott is meghatározott Celsius fok van? Na, mindegy mennyi. Mindegy mennyi. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy egyáltalán ebbe a titokba bele avattál, és nagyon köszönöm, hogy elhoztad ezt a műalkotást, ezt a műremeket. Tehát pontosítsuk. Te ezt megtervezed,
ahhoz, hogy megvalósítsd, a szerszámokat is saját magad készíted. Még egy pár mondatban, hogy mégse erről szóljon teljesen az adás, azt meséld el, hogy hogy került az életedbe ez a különlegesség. Mert ugye gyerekkorban, én mint fiús anyuka, én tudom, hogy a modellezés nagyon nagy örömöt okozott, és mi is rohangáltunk még annak idején a Marcibányi téri művelődési házba, a modell szakkörbe, és hát tudom, hogy nagyon nagy élvezet volt, és rendkívül, rendkívüli öröm volt a számomra is, hogy ilyen kütyüket összeállítva az én kicsi fiam is ragasztott éjjel-nappal, rakosgatt, és egyszer csak egy modell létrejött, de mondom, ilyet még soha nem láttam, de hát te már nem vagy kisfiú. Neked is ez gyermekkorban kezdődött? Igen. 8 éves voltam, amikor itt Budapesten a 11. kerületben egy úttörőházba kerültem, ahol megnéztük, hogy milyen szakkörök vannak, mire lehet jelentkezni iskola után, és én ott megláttam az asztalon ilyen félkész repülőmodelleket, és elolvattam. A szerelem azóta tart, kisebb-nagyobb sikerekkel. Ez is olyan, mint minden sportág. Tehát egy ideig csak csinálja az ember, csak csinálja, csak készíti, és még nem jönnek az eredmények. Aztán amikor tudatosabbá válik ez, és olyan szellemi közegbe kerül az ember, ahol megfelelő muníciót, képzést, egyebeket kap, támogatást kap ehhez, rápillant arra, hogy mi van a nemzetközi élmezőmben, és akkor, ha elég erős az akarat, a kitartás, a szorgalom, akkor sikerül jobb eredményeket is elérni. Tehát gyakorlatilag 8 éves korom óta foglalkozom. Nem ezzel a kategóriával, más kategóriáit is kipróbáltam. Csináltam hajót, körrepülőt, szabadonrepülőt, míg végül is ennek a finomsága fogott meg. Azt hiszem, talán 22 éves korom óta csinálom, 20-22 éves korom óta ezt a kategóriát. Hát akkor évtizedek óta. Igen. És nem mondtam. Nagyon érdekes, egy hívő emberrel beszélgetek, és ahogy említetted ezt a lehelet finomságot, az Istennel együttlét is, az örökkévaló való együttlét is, egy nagyon finom kapcsolat. Ugye mi megtapasztaljuk, hogy az a bizonyos Szent Szellem, aki egy személy, egy idő után, valami kapcsán bennünk lakozást vesz, és mi hordozójává válunk, mi templomai leszünk ennek a tüneménynek. Tehát Istennek egy különleges jelenléte, egy lehelet finom, fantasztikus jelenlét van az életünkben, amit nagyon sokszor egy finom vezetésként élünk meg. Talán lehet, hogy furcsa ez a kapcsolás, de én most erre asszociáltam, ahogy említetted, és miután ismerlek egy ideje, és tudom, hogy te is egy nagyon finom személyiség vagy, tehát nyilvánvaló, hogy ezeknek a dolgoknak kapcsolódása van. Jó ez a megállapítás, hogy az Istennel való együtt járás a te számodra kifinomultabbá tett, olyan finom rezgésekre is érzékenyebbé tett, ne talán a tehetség is kifinomult, és ezek az eredmények többek között ennek is köszönhetők, hogy ilyen világszínvonalú produktumra vagy képes. Van neked ebben összefüggés, ha a korábbi életedre gondolsz és a jelenlegire? Feltétlenül. Az igazi eredmények is már a azután jöttek az életembe, miután megtértem, és Istennek azt a nagyon finom szellemét én is megtapasztalhattam. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy őt is megismerhettem. Amióta megtértem, azért az egy fontosabb dolog lett az életemben, mint a modellezés. Uh-huh. Mert korábban ez volt a főszereplő? Így van. A munkám is ezzel függött össze, ehhez kötődött később. És tényleg gyerekkoromban is ezt töltötte ki a napjaimat. Volt, hogy 3 napig haza sem mentem, az ejtőernyő hajtogató asztalon aludtam. De szüleim tudták, hogy a legjobb helyen vagyok. Nagyon jó közösségben voltam. És soha nem unatkoztam. És tényleg ez... Sőt, te egy materialista szemléletű háttérből jössz, egy úgynevezett humanista háttér volt a te
igazgatásod. Értékrendem, igen. Értékrended, igen, igen. De egy jó indulatú, jó szándékú ember, aki a másikban az értéket is képes volt felismerni. Ez olyan nagyon szimpatikus dolog. Mi az a radikális változás, aminek következtében neked megváltozott az életed? Tehát nyilvánvaló nem egy tragédia váltotta ki. Sokszor szokták mondani, hogy... De tényleg magamra is gondolok, hogy amikor én is egy ateista háttérből kerültem az örökkévalóval kapcsolatba, és én nagyon lesajnálva néztem azokat az embereket, akik Istenbe belekapaszkodnak. És tudom, a mai napig is vannak nagyon kedves régi barátok, ismerősök, akik úgy nagyon furcsán szemlélnek, hogy te jó ég, mi az a változás, ami kiváltja az emberbe, hogy radikálisan megváltoztatja az életét. Ma már nem így gondolkozom, azért is próbálom a te életedben ezt a változást, hogyha segítesz felmutatni, hogy mi a különbség. Tehát eddig is jó ember voltál, és most is egy nagyon jó ember vagy. Talán ez, hogy mi az első az életedben, ki van az első helyen, talán ezt lehetne így megfogalmazni. Igen, ez nagyon fontos, hogy az ember értékrendje mihez igazodik. Az én életemben ez 42 éves koromban történt meg, és különösebb tragédia, trauma, a magánéleti viharokat és háborúkat, helyzeteket követően állt elő, de nem a teljes kilátástalanság vagy reménytelenség sodort az Úr karjaiba, hanem egy barátomtól hallottam az Úrról. A megváltóról, a messiásról beszélünk. A megváltóról, a messiásról. Igen, és egészen másképpen beszélt róla, mint ahogy én eddig korábban, vagy addig korábban hallottam róla, és ez feketett az érdeklődésemet. Szóval nem érezted egy ilyen vallásos, kenetteljes valamit? Abszolút nem. Abszolút élő nem. Volt a számodra? Olyan tűz csillogott ennek a fickónak a tekintetében, ami nagyon kíváncsivá tett, hogy mi az az erő, ami ilyen változást tud az emberbe létrehozni. De érdekes, akkor, hogy volt rá szemed, hogy te ezt a tekintetet... Ez nyilván abból fakadt, hogy ilyen alkat vagyok. Tehát korábban ugye a humanista értékrend szerint éltem, szerettem az embereket, igyekeztem békességben élni mindenkivel, de ez úgy önmagában tudtam, hogy nem elég. Azt is tudtam, hogy ezt az egész világmindenséget valaki irányítja, fenntartja, működteti. Ez így magától csak úgy nem. De nem kerestem ezt, hanem erre az invitálásra válaszoltam azzal, hogy elmentem, és az alkalom szülte a helyzetet nálam is, és elfogadtam. Elfogadtam Jézust, Jesuát megváltomnak. Egyből értetted, vagy itt most? Igen. Tehát az érintés olyan erőteljes volt, hogy ott, és nyilván nem az elmémre, nem az értelmemre, csak arra is, mert megértettem az üzenetet, hanem a szívemet ragadta meg. És nem volt menekvés tényleg, de én nagyon hálás vagyok ezért. Ez az életem legbölcsebb döntése volt, amikor az Úr mellett, Jézus mellett döntöttem. És ezt ma is vállalom, és jó döntés volt. Láb itt a gyümölcs a többek között. Igen. Hogy ilyen kézzelfogható eredményeket hoztatok létre ezzel a csapattal, akivel együtt. Ahogyan én megismertelek téged, azért te egy racionálisan gondolkodó ember vagy, és ragaszkodsz olyan alapvető igazságokhoz, amit ebben a bizonyos szentírásban megismertél. Arra lennék kíváncsi, hogy mikor lett a számodra evidens, vagy egyértelmű, hogy ez az úgynevezett könyvek könyve, a Biblia, az nem csupán egy szöveghalmaz, hanem valami másról is szól. Ez nálam azért egy kicsit később következett be. Nem volt nagyon látványos az én megtérésem sem. Tehát nem volt olyan mély gödör, nem volt olyan cégéres bűn az én életemben, amiből
ki kellett volna ragadni az Úrnak, de mégis az érintés jelentős volt, és akkor elindultam azon az úton. Nyilván az első szeretett tűz engem is rabul ejtett, és én is a föld felett jártam. Bocsáss meg, ezt próbáld megfogalmazni, ez mit jelent, hogy a föld felett? Tehát, ha valaki ennyire sima, kvázi idézőjelben, sima életet, mi az a belső vulkán, ami teljes mértékben, mert ugye most említjük ezt a megtérést, nem mindenki számára érthető igazán ez a kifejezés, ez annyit jelent, hogy az ember korábbi életéhez képest radikálisan más gondolkozással, más értékszemlélettel, ahogy az előbb is említetted, viszonyul önmagához, a világhoz, a mindenséghez, és hát ezt gyakorlatilag meg kell tanulni, a saját magának is meg kell magyarázni, hogy most mi is történik velem, mert kétségtelen, hogyha valaki egy ilyen ateista háttérből jön, tudom, mert én is ezen átmentem, hát egy nagy űr keletkezik, mert a régit ugye el kell engedni, olykor le is kell rombolni, mint egy régi házat, egészen az alapokig, sőt, tulajdonképpen új alapot kell ásni, ahhoz, hogy az ember föl tudja építeni saját magát, de már nem egyedül, hanem valami isteni segítséggel, ezzel az úgynevezett Szent Szellem által, és hát bizony a megváltóval való kapcsolat, akit te Úrnak nevezel, én megváltónak mondom, tehát a megváltóval kapcsolatos birkózás, ugye a régi emberi élet és a új gondolkozásmódnak azért van egy dinamikája, és nyilvánvalóan ezt a belső birkózást valami módon végre kell hajtani. Igen, ez minden emberben végbe megy. Pál apostol is ír erről, az óember, a régi ember, a régi természet, és az új, amivel Isten megajándékozott bennünket, ennek a belső harca azért dúl az emberben. De Isten arra tanít bennünket, hogy az ő segítségével mindig győzedelmeskedni tud az új ember, amit Isten akkor teremtett meg bennünk, amikor elfogadtuk őt. Hogy ez az öröm mit jelent? Illetve, hogy mit jelent ez a föld felett járás? Igen, ez egy öröm, ez egy jó szó. Így van. Abszolút. Arra tudok csak én is gondolni, hogy ez nálam egy olyan kibeszélhetetlen természet fölötti öröm volt. Megtérésem előtt sem voltam egy szomorkodó ember, én vidám természetű ember voltam, de ez az öröm, ez valami egészen más volt. És voltak emlékszem. Ez egy felszabadultság? Igen. Nem csak felszabadultság, hanem olyan fajta szabadság, amit például addig soha nem éreztem. Pedig én nem voltam egy félős típus, de a szívem és a lelkem is olyan szabadságot nyert, akkor ez az első szeretett tüzének az időszakára tehető, tehát ez az öröm. És azóta is ezt többször megtapasztaltam, ez azt jelenti az ember, vagy nálam is legalábbis azt jelentette, hogy ami addig esetleg gondot, problémát okozott, vagy nehezebb volt megragadni, megérteni, az most oda van. Minden működik, emlékszem, összetörték akkor a frissen kapott automat, semmi harag, semmi méreg nem volt bennem, elmentem a biztosítóhoz, egy szót nem szóltam, adtak pénzt, tehát minden úgy működik, csak néztem, hogy mi történt. Itt kés a bajba. Igen, mi történt itt? És akkor így jött minden, és tényleg annyira jó volt ez az érzés, hogy nem köti akkor gúzsba az ember szívét, az elmét, a gondolatait semmi. És ez az Isten ereje. Igen. Tehát ezt nem én kurbriztam magamba, és nem én beszéltem rá magam, és néztem a ködököm, amíg ilyen állapotba kerülök, akkor most jó, hanem ez egy ilyen eufórikus, szinte eufórikus állapot volt, és tudtam, hogy ez az Isten jelenléte bennem. Hazaérte. Igen. Igen. Nem volt persze az én hívő életem se küzdelemmentes, de az Úr megtapasztaltam, hogy minden nehéz helyzetben ott volt. És annyi mindenre megtanított. És ugye ez 42 évesen az ember már hátizsákját azért szépen telepakolja sok mindennel, sok mindent ki kellett dobálni abból.
mert nehezék volt. Addig úgy gondoltam, hogy arra szükségem van. És rájöttem, hogy nehezék. És tényleg egy más értékrend, egy isteni értékrend szerint kezd el az ember gondolkodni, működni, cselekedni. És ez egy nagyszerű dolog. A beszélgetéseink során, hiszen nem most ismerkedtünk meg, említettél nekem egy történetet, és ez nekem nagyon fontos, és ha megtennéd, hogy elmesélnéd, nagyon örülnék neki, hogy 2004-ben történt veled egy változás, te akkor már egy Isten követő úton jártál, valóban, hűségesen elkezdted forgatni a Szentírást, és akartad megtanulni, hogy mi is történt veled, és akartad megismerni, hogy ez a Teremtő Isten, aki már neked a megjelenik, ki is valójában, és hogy egyáltalán hova is vezet a te utad, gondolom én. Szóval a lényeg az, hogy megtapasztaltál valami mást is. Szeretném, ha ezt elmesélnéd. Igen. 2004-ben, az én hívő életem 2004-ben volt az egyik legnagyobb Isten élmény, ami az én életemet gyökeresen megváltoztatta. Tehát ez úgy is mondhatnám, hogy ez a megtérésemnél is egy komolyabb élmény és pozitív értelemben megrázkódtatás volt. Az történt, hogy volt egy háromnapos konferencia Balatonszemesen a baptista imaházban, ez egy felekezetközi konferencia volt a Sáfárság öröme címén, és Emil barátommal elmentünk erre a konferenciára, Debreceni Jánosék hívtak meg, és elmentünk. Éreztem, hogy nekem oda el kell mennem, nem tudtam miért, de elmentem, és ezen a konferencián olyan érintést kaptam Istentől, ami egyszerűen ledöbbentett. És megint fél méterrel a föld fölött járva tértünk haza erről a bizonyos konferenciáról, ami a lényege ennek. Három napig együtt voltunk ott, 80-100 ember, és csak az Isten igével foglalkoztunk. Olyan módon meglátogatott bennünket ott Isten, ami számomra addig nem volt ismert. Ez egy természet fölötti jelenlét? Ez egy természet fölötti jelenléte volt. 13 téma került ott megtárgyalásra, ami megdöbbentett még az elmémet is, hogy Istennek az hívő életünk minden területére van mondani valója, üzenete, tanácsa. Ez a konferencia erről szólt. És ez engem úgy megbevágott, hogyha Isten a... És foglalkoztam én az igével korábban is, de nem olyan... intenzitással és nem olyan kíváncsisággal, nem olyan vágyal, mint amit itt generált ez a találkozás az Úrral. Tehát egyszerűen letaglózott, hogy Isten tényleg mindenre figyel, amire én eddig nem is gondoltam. Ugye itt ezen a konferencián volt arra idő, hogy ezeket a kérdéseket teljes mélységig átbeszéljük, és egyszerűen rabulejtett. Úgyhogy nagyon nagy örömmel jöttem haza. És... Sőt, említetted nekem, bocsáss meg, csak hogy érthető legyen a többieknek, akik hallgatják, és nem jártasak ilyen közösségben nem élnek, hogy maga ott az együttlét is, miután összhangban voltatok, egyre fókuszáltatok, tehát az örökkévaló jelenlétére fókuszáltatok, és ennek következtében egy olyan kohéziót éltetek meg, egy olyan szeretet egységbe kerültetek, ami még megerősítette, felerősítette tulajdonképpen ezt az élményt. Jól értem én ezt? Igen, igen. Tehát ahogy az ige is mondja, hogy oda küld áldást az Úr, amikor együtt lakoznak az atyafia. Igen, ez annyira szép. Jó, ez, igen, és ezt ott megtapasztaltuk. Mm-hmm. Tényleg az ország minden területéről voltak ott testvérek más felekezetből, de kit érdekelt ez? Olyan módon összeforrasztotta a szívünket az Isten a szeretetével, hogy az együtt sírtunk, együtt imádkoztunk a kis csoportokba, egymásért. Én addig ilyet nem nagyon tapasztaltam. Hordoztátok egymást. Igen. És átértétek egymás fájdalmát, tehát örömét. Részben az ige ereje is nagyon jelentős befolyással bírt ránk, de maga a közösség. Igen. Tehát
tényleg igaz az, hogy Isten befedezi azt a közösséget, azt az együttlétet, amit az ember azért szán oda, hogy az ő igazságával és egymással tudjunk időt tölteni. Ez egy minőségi idő volt egymással is, és ez fantasztikus volt. Új barátokat találtunk, és tényleg csodálatos volt. Most, hogy hallgatlak, nem mondom azt, hogy most értettem meg, de valahogy most olyan plasztikusan elém került ez a kép. Ugye a Szentírás azt mondja, hogy az eklézsiának, a közösségnek jelentősége van. Hogy ne egyedül élje meg az ember csupán az Istennel való együttlétet, hanem közösségben. Valóban, ugye ez az eklézsia szó, ez annyit jelent, hogy az egyház azoknak az embereknek a közössége, akik megtapasztalták ezt a megváltottságot, amiről te beszéltél, ezt a megfordulást, hogy most már tényleg úgy gondolkozom magamról, hogy valaki alkotott engem, valakinek a szeretetteljes produktuma vagyok, van, aki feltétel nélkül szeret, elfogad, gondoskodik rólam, figyel rám, ilyen lehelet finom eszközökkel igazgatja az én életemet. Ugye van is egy olyan ige, hogy a hajam száláról is az örökké való Isten gondoskodik, fölfoghatatlan, hogy ez milyen viszonyrendszer. Hogy ugye teremtette az univerzumot, teremtette a világ mindenséget. Ez az eget, a földet, a hegyeket, a tavat, a tengert, az óceánt, az embert a saját képére, hasonlatosságára, és ki vagyok én, hogy az én lehullott hajszálam, ami olyan könnyű, mint ez a produktum, hogy erről neki gondja van. És ha belegondol az ember, szinte nem is fogja fel, mert annyira felfoghatatlan, ugye a mindennapi viszonyokhoz képest, mert annyi minden furcsaságot megélünk, és mostában egyre durvább viszonyrendszerekben szenvedünk. Sajnos ezt meg kell állapítani, hogy ez így van. És ehhez képest te megélted azt a családi szeretetteljes közösséget, azt a kohót, amiben valóban a feltétel nélkül elfogadást, a szeretetteljes közösséget átélhette az ember, amire nagyon vágyunk. Nekünk erre nagyon nagy szükségünk van. Nem tudjuk egyedül megélni azt, hogy szeretve vagyunk, illetve szükségünk van arra is, hogy szeretetet átadjunk, és szeretni tudjunk. És az a kölcsönhatás épít, erősít, igazgat minket, hiszen az örökkévalóval is mi egy szuverén, egyéni kapcsolatrendszerbe kerülünk, és akkor egyénenként átéljük, hogy fontosak vagyunk a számára, hogy szeretve vagyunk. Ebben a biztonságban tudunk egységben lenni olyan hasonló szörű emberekkel, akik ezt hasonló módon megélik. Így van. Ez egy elképesztően nagy dolog. És erre törekednünk kell, mert erre nagyon nagy szükség van. És eredetileg a mindenható Istennek ez volt a szándéka, hogy ha eklézsiáról, ha egyházról, vagy közösségekről beszélünk, hogy valami ilyesmi legyen megtapasztalható. Igen. Még utalok arra is, hogy az abcsában olvashatjuk, hogy onnan ismerjenek meg minket. Meg Jesa is mondta, hogy szeretjük egymást. Igen. Hogy ettől legyünk megkülönböztetve. Te valami ilyesmit éltél meg. Igen. Igen. És ez tényleg olyan szintű jelenléte volt Istennek, ami a szívünkben olyan szabadságot és egymásra figyelést is generált, amit ugye az ember magától nem hordoz. Uh-huh. Vagy legalábbis ez a mai zajos világ, ez úgy kiszorítja az emberből ezt az érzést. És ez nem csak egy érzés volt, ez egy állapot volt. Tehát ott, ahogy múlt az idő, és a harmadik nap végén egyszerűen tapintani lehetett. Nekem később olvastam az Azusa utcai történéseket, és mindig visszagondolok arra, hogy nem jártunk akkor ott Balatonszemesen messze attól, hogy hasonló módon legyen jelen Isten ereje. Az micsoda, amit említettél? Ez nem annyira ismert. Ez a múlt század elején az Egyesült Államokban, Kaliforniában
egy eddig, az eddigi ütv történet során az egyik legjelentős, legalábbis amiről mi tudunk, és írásos emlék van róla, az egyik legjelentősebb látogatása Istennek. Több ezere, és még érdekes módon 3,5 évig tartott ez a szolgálat. Egy régi raktárépületben jöttek össze a hívők, és Isten természetfeletti módon jelen volt a 3,5 év alatt. Kijöttek a tűzoltók, mert lángnyelveket láttak az épület tetején. Ennyire valóságos volt. A városba jövet az állomáson leszállva a vonatról elestek az emberek Isten erejétől. Tehát nagyon sok csoda történt, nagyon sok ember megtért. Igen, gyógyulások, szabadulások, helyreállások. Tehát egy fantasztikus. Ma ugye ez csak írásos emlékekből tudjuk megismerni, de többször elolvastam azokat a könyveket, amik erről szólnak, mert szeretem, amikor a szívemet gyúrja Istennek ez a fajta jelenléte. Azt nem tudjuk, hogy ez miért akkor és ott és azóta sem ilyen módon, ez az Isten titka, de vágyik rá a szívünk arra, hogy megtapasztaljuk így Isten természet fölötti erejét. De szeretném hangsúlyozni, hogy nem a természet fölötti erő megtapasztalása ebben a cél, hanem a közösség. Ezután jön magától. Igen. Tehát lehet annyira közel kerülni az Úrhoz, hogy ezt az ember gyakran megéli. Bár hát az örökkévalóval való együttlét egy természet feletti csoda. Az is maga, igen. Mert nekem volt egy ilyen képem, olyanok vagyunk, mint akik egy ilyen űrlényként, egy ilyen szkafander ruhában közlekedünk a nagy körúton, volt egy ilyen álmom, és mert hogy el vagyunk választva a többiektől, akiknek esetleg nincsen ilyen élménye, vagy nincs egy ilyen védelem, tehát a megváltó vérének a védelme nincsen az életükben. És képzeld, volt egy ilyen álmom, hogy így ilyen szkafander ruhában, tudod, ilyen bubes sisakban közlekedik az ember, mert egy ilyen elválasztottság, én legalábbis az első hívő időszakomban egy ilyen elválasztottságot éltem meg, teljes védelemben és mindenféle egyébben, hiszen amikor arról beszélünk, hogy Isten szelleme, a Szent Szellem megérint, betölt, és mindenféle bölcsességre, igazságra elvezet, mi több, kinyitja a Szentírásnak az értelmét, és nem csak egy üres szöveg lesz, tényleg egy más állapotba és más valóságba kerül bele az ember, már itt a Földön. És ez a műsor is tulajdonképpen erről szól, hogy ezt szeretné elmesélni azoknak, akiknek a szíve ugyanúgy vágyódik arra, hogy valami történjen az életében, és hogy ne taszítsák el maguktól ezt a csodát, ezt a fantasztikus, szeretetteljes valóságot csupán azért, mert vannak negatív, úgynevezett vallásos élmények, látások, megtapasztalások, ne talán csalódottságok, vagy olyan farizeusi magatartásokat látnak, amivel nem tudnak azonosulni, és ne talán még meg is botránkoztatják az embereket, de hogy ne erre nézzenek, hanem erre a tiszta valóságra, erre a tiszta eszenciára, amit a Szentírásban olvashatunk, de ez nem csak egy üres szöveg, üres beszéd, tripla idézőjelben, hanem ez egy élettel teli valami, amivel, ha az ember kapcsolatba kerül, mint a mágnes, amikor magához vonzza azt a bizonyos vastárgyat, és elválaszthatatlanná válnak, és egy megerősített pozícióban élhetik az életüket. Tehát tényleg ez egy, ha valakinek van egy ilyen vonzás az életében, semmiféleképpen ne taszítsa el magát, hanem keresse, kutassa, hogy ez micsoda. Így. Mert ez egy kaland, egy egész életre szóló kaland, egy felfedezés. Igen. Mindennél izgalmasabb. Igen, mert olyan új újdonságok vannak, amit az előző életünk tapasztalatából nem adódik evidens módon. Így van. Tehát olyan gondolatot adott az Úr, ez már az utóbbi időszakban volt, hogy amikor az írásokat fürkészem, tehát amikor olvasom az igét, akkor igazából Isten szívének a titkait kutatom. Isten szívének a titkait kutatom. És ez miért fontos neked? Mert nagyon izgalmas. Megtanultam, ennek is nyilván van előtörténete, amióta működik egy dél-budai házi csoport, azóta ez volt a második nagy
élmény az életembe, az nem azért ilyen. Azért mondjuk el, hogy te egy közösségnek egy illusztris tagja vagy, és ezen belül, tehát egy vezető személyiség vagy, és ezen belül van neked egy úgynevezett házi csoport, tehát egy olyan közösségnek a vezetője vagy, ami ennek a nagyobb közösségnek egy fiókvállalat. Ez nem, ez egy kis közösség. Úgy is mondhatnánk házi gyülekezet. Ami egyébként olyasmi, mint az abcselben, tehát az apostolok cselekedeteiben le van írva, hogy házanként összejöttek a kezdetekkor, minden nap megtörték a kenyeret, a bor áldását is, és bizony-bizony azokban a kis csoportokban az örökkévaló jelenlétével olyan intenzív kapcsolatba kerültek, hogy sok csoda történt, gyógyulás és mindenféle egyéb is. Igen. És téged ez motivál. Igen. Nem is gondoltam, amikor ezt elkezdtem, hogy ennyi mindennel meg fog ajándékozni Isten. Ezt hogy érted? Ebben a szolgálatban. Elindult ez a kis közösség, és hát, mint úgy általában az élet többi dolgait is igyekszem komolyan venni, ezt is úgy olyan orsovai módra komolyan. És, te egy nem egy szétszórt, hebrencs ember vagy, te egy nagyon szépen megtervezett, kimunkált. Igen, hát ez az élet igen. Többi területén is azért igyekszik működni, vagy működik is, és itt is igyekeztem alaposan beleásni magam ebbe a dologba, és hihetetlen áldásokat tapasztaltunk meg, nem csak én, a közösség is. Minden alkalomra készültem. Ez azt jelentette, hogy legalább egy napot, vagy sokszor kettőt azzal foglalkoztam, hogy miről beszélgessünk. Intenzíven olvastad azt. De nem csak intenzíven olvastam, megtapasztaltam, hogy a boronálás nem elég. Ugye a boronálást hívom én igeolvasásnak. Tehát igen. Aki olvassa az igét, az boronál. Aha. Most a boronálás ugye a göröngyöket szétveri, olyan szép lesz a termőföld, jó ránézni, olyan rendezett, ez igaz, és félre ne értsen senki, kaphat az ember érintést pusztán az olvasás folyamán is, de azt megtapasztaltam, hogy a kincsek lejjebb vannak. El kell kezdeni ásni. Az ásás ugye azt jelenti, hogy elkezdem az igét miszlikre szedni, hogy forgatni. Mit jelent ez nekem? Mit üzen ez ennek a kornak? Kik voltak a főszereplők? Mi volt előtte? Mi történt utána? Mit üzen ebben a gondolatban? Mit jelent ugye az eredeti nyelvben? És amikor az ógörögöt vagy az óhébert előveszi az ember, akkor igazán megjelenik az a magyar szó, az a fogalom, amire az Isten gondolt, és olyan kincsek tárultak fel e munka során, részben a hívő életünk valamennyi területére olyan muníciót adott az Isten, hogy egyszerűen fantasztikus. Megdöbbentél, rácsodálkoztál. Igen, én döbbentem meg a legjobban, és hihetetlen boldog vagyok, és örülök ennek, de az egész közösség élvezi ezt, tehát megváltozott az életünk. Megváltozott az életünk, megváltozott a gondolkodás, módunk sok dologról, egészen másképpen gondolkozunk, mint előtte is. Vannak a hívő életnek nagyon kemény területei, például a megbocsájtás, a szeretet, és a pénzügyek, és a többi, és a többi. És Isten olyan mélységekbe vezetett be ezekbe a témákba, ami egyszerűen fantasztikus. Tehát semmi módon és semmiért el nem cserélném ezt a közel 7 éves ez a kis közösség, azt a 7 évet, amit így együtt töltöttünk komolyan. Semmire nem cseréném. Annyi kincsel, annyi mindennel megajándékozott bennünket Isten, ami egyszerűen fantasztikus. És tudom, hogy ha erre nem szántam volna oda magam, hanem valami más dolgot kerestem volna, akkor ennyivel szegényebb lennék. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez egy újdonság is. Hogy olyan praktikummal is ellátja az embert az örökkévalóval való közösség, és tényleg a Szentírás szövegének a bontogatása, akár mint egy régész, ugye, aki szelvényeket föltár, pepecsel, egyre mélyebb kincsekre lel, tisztogatja, és akkor abból a sáros valamiből egyszer csak ott van egy ilyen aranyérme, és rá csodálkozik, és hatalmas
kincsrelem. Van is egy ilyen ige, hogy mindenét eladja az illető, csak azért, hogy azt az igaz kincset meglelje, mert az mindennél fontosabb az életében. Igen, szükségünk van ilyen tapasztalásokra, és meg kell, hogy éljük. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezért nem vagyunk mi vallásosak, hanem megéljük a hitünket, mert ez olyan szoros, személyes kapcsolatrendszerbe kerülünk bele, és valóban motiváltak vagyunk. Ez egy fantasztikus dolog, hogy az ember, amikor rákap az ízére, akkor egyre inkább közelebb és közelebb akar kerülni, ahogy mondod, hogy Isten szívét keresed, és motivált vagy, hogy megismert, mert az ismeret okán tudok valamit megragadni, abba belekapaszkodni, a hitem ebből fakad, és kiteljesedik, és az úgynevezett engedelmesség, az Isten beszédének az elfogadása és követése, amit mi úgynevezett engedelmességnek is hívunk, vagy Isten félelemmel telt viszonyrendszerről is beszélünk, ami nem azt jelenti, hogy féljük, hanem nem szeretnénk eltávozni az ő jelenlétéből, hanem inkább az ő közelségében szeretnénk lenni. Ehhez kapcsolatban engedj meg egy igét, amit a beszélgetésünkre készülve már korábban, még az adás előtt említettem, hogy szeretnék valamit felolvasni, mert nagyon erősen megragadta a szívemet. Tehát készültem én is erre a beszélgetésre, olvastam a Szentírást. Remélem nem csak boronáltam, hanem a mélyre is ástam. És valami nagyon érdekes dolog felszínre jött, és majd megérted majd, hogy miért kapcsolódik ehhez a beszélgetéshez. Az egyik kedvenc levelemet, a Pál apostol az Efézusiakhoz írt levelek közül az egyik részből fogok felolvasni, ami így hangzik. Emlékezzetek rá, hogy emberi származásotok szerint korábban ti az Izraelen kívüli népek közé tartoztatok. Ezért benneteket körülmetéletlennek neveztek azok, akik magukat körülmetéltnek nevezik. Mivel a testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ugye ez a szövetségjel, ez az ábrahámi szövetségjel. Emlékezzetek rá, hogy akkor még, itt Krisztus van írva, de azért használjuk a messiás kifejezést, mert ez az eredeti. Emlékezzetek rá, hogy még a messiás nélkül éltetek, és nem tartoztatok Izrael népének közösségébe. Ezért semmi közöttök nem volt Istennek a saját népével kötött szövetségéhez, amelyekhez ígéretek is kapcsolódnak. Reménység nélkül éltetek ebben a világban, és nem ismertétek meg Istent. Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon rimmel arra, amiről beszélünk, hogy reménység nélkül éljük az életünket, ha nem adatik meg, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk a Teremtővel, az Örökkévalóval. És nem kerülünk igazán a helyünkre, hogy kik is vagyunk mi. Igen, valamikor Istentől távol éltetek, de most a Messiásban, Messiás Jézusában közel kerültetek hozzá. Valóban a megváltó vére, vagyis halála által jöttetek közel Istenhez. Amikor mi arról beszélünk, hogy megtérés, akkor gyakorlatilag arról szól a mi pálfordulásunk, hogy elfogadjuk ezt az áldozatot, elfogadjuk azt, hogy valaki meghalt értünk, hogy helyettünk meghalt, helyettünk kifizette azt a bizonyos váltságot, és ezért belekerülhetünk az örökkévaló Isten, a Teremtő Isten családjába, az ő vére által, a megváltó, kiömlött vére által, ami elválaszt valóban a korábbi életünktől. Mert a messiás a mi békességünk. Ő tette egyé azt a két csoportot, amelyet a kölcsönös ellenségeskedés fala választott el egymástól. Krisztus azonban ledöntötte ezt a falat, amikor a kereszten, azon a bizonyos bitófán, a saját testét feláldozta. Félretolta az útból a törvény szabályait és rendelkezéseit, hogy a saját uralma alatt ebből a két csoportból egyetlen új ember teremtsen, és így békesség legyen közöttük. Azt akarta, hogy a saját élete árán a zsidókból és a nem zsidókból egy test legyen,
hogy kibékítse őket Istennel, amikor Krisztus meghalt a kereszten, akkor ezzel a két csoport közötti ellenségeskedésnek is véget vetett. Eljött, és a békesség örömhírét hozta a zsidóságon kívüli népeknek, akik távol voltak Istentől, de ugyanígy a zsidóknak is békességet hirdetett, akik közel voltak Istenhez, mert a Messiás által ugyanazt a Szent Szellem nyitott szabad útját az Atyához, ugyanazt mindkettők megtapasztalta, és ezáltal lettek egyé forrasztva. Isten szellemi értelemben beépített benneteket abba a templomba, amelynek alapját az apostolok és proféták alkotják. Ennek a szellemi templomnak a sarokköve maga a megváltós, megváltó a Messiás, aki által az egész harmonikus egészé épül, és folyamatosan növekszik, hogy az Úrban szent templommá legyen. És itt még folytatja, hogy ez a titok azért nagyon fontos, hogy értse mindenki egyrészt azt a hatalmas áldozatot, amit a megváltó megtett, és azt is, hogy nekünk itt, ebben a földön, ebben a földi létben már megadatik az a fajta harmónia, az a fajta egység, hogy amikor abból a gyökérből, gyökeresztetve, abból a szellemi igazságból mi megéljük a különböző háttérből jöttek közös életét, ahogy említetted, hogy abban a bizonyos 2004-es háromnapos csodában egyé kovácsolt titeket, egy emberré kovácsolt titeket, és senki nem kérdezte, hogy ki honnan jött, senki a másik származását nyilvánvalóan nem vitatta, az egységet megalkottátok azért, mert a központba helyeztétek az örökkévalót, az ő gyermekének, a fiának a megváltását, és Isten szelleme által, az ő szeretete által egységgé kovácsolt titeket. Azt hiszem, hogy erről beszéltél. De miután itt kifejti, hogy volt neki egy népe, Izrael népe, aki tanított azért, hogy a későbbiekben a megváltó belekerülhessen ebbe a csoportba, miért is említem, és meggyőződésem, hogy valóban ezek a beszélgetések azért nagyon nagy részt mégiscsak Isten vezetése szerint történnek, hiszen neked van egy fantasztikus szolgálatod, egy fantasztikus eredményed, és egy nagyon nagy igazságot képviselsz, amit úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy közread, hogy te kidolgoztál egy gondolatmenetet, kidolgoztál egy praktikus segítség özönt, te felvilágosítod azokat, akik erre kíváncsiak, hogy a mindennapi életükben hogyan tudják praktikussá tenni ezeket a bölcsességeket, igazságokat. Neked van egy nagyon jelentős, a nagy közösségen belül egy nagyon jelentős feladatod, gazdasági területtel foglalkozol, pénzügyekkel, ami nagyon nagy felelősséggel jár, és mint egy korábbi beszélgetés során elmesélted, hogy az úgynevezett Héber Bibliához, az Ószövetséghez fordultál, hogy tanulmányozd, hogy Isten hogyan is viszonyul ehhez az igazságokhoz, és nagyon nagy kincsekre leltél. Szeretném, ha ezt elmesélnéd, mert ez nagyon fontos. Igen, ez már azért a boronáláson túli időszak. Úgy alakult a szolgálatom a gyülekezetben, hogy a gazdasági bizottság vezetése a vállamra került. Te a Budapest Autonóm Gyülekezetnek, igen, a gazdasági bizottságát vezeted. Azt fontos itt tudni, hogy a gyülekezet az alakulása óta így működik, hogy a gazdasági, a pénzügyek külön vannak választva a szellemi vezetéstől. Részben a tehermentesítés miatt is, és talán így egészségesebb. És ez nagyon jól működött. Sőt, most ennek sokkal nagyobb jelentősége van, mert az utóbbi időben az úgynevezett partvonalra került egyházak állami finanszírozása megváltozott, nem kapnak ezek a közösségek államtól juttatást, segítséget, önellátóvá kellett válni. Azért azt ne felejtsük el, hogy az Isten független egyházat rendelt.
Tehát soha nem szerepelt a Szentírásban az, hogy állami támogatás emlőjén éljen egy egyház. De ez nem az én dolgom, hogy én ezt ebbe ítélkezek. Mikor ebbe a szolgálatba így belekerültem, akkor ezt is komolyan akartam venni, és akkor na nézzük meg, hogy mit gondol erről a dologról az Úr, és így jutottam el az Új Szövetségben, nem találtam erre vonatkozó útmutatást direkt, csak utalás. Közvetlenül, de az Ószövetségben találtam, és az ma is helytálló, és el is mondtam a vezetőknek, illetve a bizottság tagjainak is, hogy úgy gondolom, hogy akkor járunk helyesen és az Isten útján, hogyha ebben a szellemben működik ez a dolog. Konkrétumokat tudnál mondani? Igen, nevezetesen itt, én úgy, ugye ez egy gazdasági bizottság, és akkor úgy hívtam ezt a kis megközelítést, hogy GB az Ószövetségben. És a Nehémiás levelében a 12. rész 44. verse vonatkozik erre a területre, ami így hangzik. Azon a napon férfiakat állítottak a kincsek, fölajánlott áldozatok az első zsengik és a tized tárházaihoz, hogy összegyűjtsék azokba a városok határaiból a papok és a léviták törvény szerinti részét, amelyet, mert Júda örült, hogy a papok és a léviták szolgálatba álltak. Tehát ez az ige ugye arról szól, hogy ott is elkülönülten a zsidóság szellemi vezetésétől, a léviták ugye, akik nem kaptak örökséget, hanem a nép tartotta el őket az adományokból, de ez volt a feladatuk is, hogy ezt felügyeljék, kezeljék, működtessék. És gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ma egy hívő közösségnek a pénzügyeit hasonló módon kell rendezni és intézni. Még több igét is találtam, most talán ezt végig nem olvastam fel, csak azokat a gondolatokat, amik még vezettek. Ugye találkozunk azzal is, hogyha nincs fizetség Isten házában. Ugye az isteni rend azért az volt, hogy a lévitákat úgy gondolta Isten, hogy a nép tartja el az adományokból, a tizedből. Kik voltak és a léviták? A léviták az a törzs volt, akik a szolgálat jelentős részét vállalták. Tehát Isten felé. Isten felé. Igen. Ők képviselték, sok esetben sok szolgálatot csak ők láthattak el, a rend, isteni rendtartás szerint, és Istennél is fontos volt az, hogy ők ezzel a szolgálattal foglalkozzanak, ne az önfenntartással. Igen. Tehát ne legyen földjük, ne kelljen nekik ott dolgozni, hanem az adományokból éljenek. És én úgy gondolom, hogy egy ma jól működés egy egészséges egyháznak is a hitbéli adományokból kellene működnie, és hasonlóképpen kellene ezt kezelnie. És ugye volt a zsidóság történetében is egy időszak, amikor olyan uralkodó volt, hogy elfeledkeztek az Isten szaváról, és nem engedelmeskedtek Istennek, nem vitték be az adományokat, nem vitték be a tizedet a lévitákhoz, és a léviták, hogy élni tudjanak, elszélettek. És az Isten tisztelet megszűnt Izraelben. Hm. És ez nem volt kedves Isten előtt. És mi lett a következménye? Az, hogy a következménye az lett, ugye, hogy a bűn útjára, az engedetlenség útjára tért a nép, és ezt a következő király helyreállította. De a következő uralkodó helyreállította. Tehát nagyon fontos ez a mai gyülekezetekben is, hogy én úgy gondolom, hogy és új szövetségigék hivatkoznak is erre, hogy méltó a munkás maga bérére, és hogy az, aki az evangéliumban szolgál, az evangéliumból éljen. Tehát megvan erre az új szövetségi felhatalmazás is. És nyilván a közösségnek kell úgy működnie, úgy szervezni az életét, hogy ez beteljesedjen. Persze tudjuk, hogy ma nem minden gyülekezetben van főállású szolgáló, mellette dolgozik is, de így nyilván nehezebb azért, főleg a mai magyar közéletben úgy szolgálni, hogy közben a családját is el kell tartani az embernek. Tehát ha nincs fizetség Istenházán, tehát ha ma sincs megfizetve az, aki a táplálékot közvetíti, a szellemi táplálékot közvetíti felénk, az akkor a közösség is sérül.
ez így biztos, hogy nincs rendjé. Mi van ezekkel a hétnapos rendekkel? Ugye, hogy hét nap alatt van egy olyan pihenő időszak, ugye a hetek hét napból állnak, és nem minden napot dolgozunk végig, illetve vannak ezek az úgynevezett hét évente való szüneteltetésre a földnek. Ez egy nagyon avit nézet lehet, bár a mezőgazdaságban sokan mondják, hogy ha pihen a föld, az mindenféleképpen bőséges termést is jelent a későbbiekben. Akkor ott van az úgynevezett jubileum év, ami szintén az 50. évre vonatkozik, és azt hiszem, hogy hihetetlen nagy igazságra leltél, és ami tényleg döbbenetes, hogy több ezer éves bölcsesség a mai kritikus helyzetben milyen hatalmas kincset is mutat a ma élőnek. Kifejtenéd ezt? Így van. Az a bizonyos szemesi konferencia, ahol ugye a mindennapi élet dolgairól is szó volt, hogy hogy élhetjük ezt meg, Isten útmutatása szerint, volt egy nagyon fontos terület, ez pedig a pénz, a pénzhez való viszony, és egy külön téma volt, pedig az adósság. Adósság. Ez nagyon aktuális. És egyszerűen megdöbbentem Isten mérhetetlen bölcsességén, hogy gondolkodik erről Isten, és erre akar bennünket is megtanítani. Ezt most fejtsd ki, Léci. És ott lehettem... Adjuk segítséget most az embereknek. Ott lehettem igazából ezekre a kincsekre. Még csak egy gondolat erejéig. Amikor én hazajöttem erre a konferenciáról, én nekiálltam, és az összes, mind a 17 témába belástam magam, olyan módon, hogy a könyvtől, a jegyzettől függetlenül kidolgoztam, nyilván annak gerincén, kidolgoztam ezeket a témákat magamnak, és utána ezzel kezdtem el szolgálni. Meghívtak ebbe a közösségbe, és azóta is szolgálok, ez egy felekezetkezi közösség. De az adósságnál és a pénzügyeknél egyszerűen megdöbbentem, hogy a világ ma mennyire eltávolodott az Isten igazságától, az Isten útmutatásától. És két nagyon fontos dolgot az adóssággal kapcsolatban. Isten mérhetetlen bölcsessége, tényleg az elengedésével, ugye, ami 7 évenként volt aktuális, ami így hangzik, hogy a 7 év végén tarts elengedést. Ez az elengedés módja. Ez mit jelent? Ez az 5 Mózes 15-ben található. De azt jelenti, engedj el minden hitelező az adósságot, amit kölcsönzött fele barátjának. Ne szorítsa fele barátját, és pedig az ő testvérét, mert elengedést hirdetett az örökkévaló. Ezt egyébként az imit Bibliából másoltam. Tehát Isten úgy gondolta, hogy a társadalom stabilitása akkor biztosított, hogyha az olló nem tud tágulni. Úgy, mint ma például. Hogy nagyon nagy az elszegényesedés, és ugye van mély szegénységben érő réteg, amit nem lehet mindig pénzzel megoldani. És nagyon nagy a gazdag réteg, vagy nagyon megerősödött, megizmosodott, ami nyilván nem baj így önmagában, mert a gazdagság Istennél sem bűn. De az, hogy a tartozásokat így rendezte Isten, és ez nyilván nem tette felelőtlenné az akkori embereket, hiszen az Istennek engedelmes életet éltek, csak voltak nehéz helyzetbe szükségbe lévő emberek, akik kölcsönkértek, de 7 évenként annulálódott, tehát elengedték, és hihetetlen társadalmi stabilitást biztosított. És akkor ott van a jubileum év, a jóbel év, hogy ami a 3 Mózes 25-ben található, ott pedig arról szól, szenteljétek meg az 51. esztendőt, és hirdetjetek szabadulást az ország minden lakójának. Jubileumi év legyen ez nektek, és kapja vissza mindenki a birtokát, és térjen vissza mindenki a maga nemzetségéhez. Miért fantasztikus? Tehát egyszerűen ennél zseniálisabbat nem lehet kitalálni. Igen, hogy az ember végérvényesen nem lett kiszolgáltatva, nem lett kisemmézve, nem kellett öngyilkosnak lennie, nem kellett meghalnia, megbetegednie, mert tudta, hogy az idő, ami egy nehéz időszak esetleg az életében, annak van vége, és megtörténik a helyreállítódás, és az öröksége az utódaira nem nyomódik rá ez a teher. Én ebben az Isten hihetetlen gondviselés, igen, szinte hihetetlennek tűnő igen. gond. Tehát nem tudjuk ezt épp észre emberi értelemmel felfogni, ahogy Isten
gondot viselt az övéiről, igen, hogy ilyen törvényeket adott. Ugyan törvény volt, de betartották, tiszteletben tartották is. Ez szerint működött a társadalom. És ma ettől a világ, és nyilván a zsidóság is nagyon messze van, tudjuk. Nem itt tartana a világ, hogyha ezeket az elveket betartanánk. És tényleg megdöbbentem, hogy 2350 ige szól a Szentírásban a pénzről. Semmi más. Semmi más nem szerepel ilyen mértékben. Utána 800-szor szerepel a munka. Az ima és a dicsőítés még kevesebb szer. És ez valamit mutat. Isten nagyon jól tudta, hogy a pénzen keresztül a világ is jelentős befolyást tud gyakorolni, még a hívő ember életére is. És ezért nagyon fontos, hogy úgy gondolkodjunk a pénzzel kapcsolatban, ahogy Isten gondolkodik. Ez megtanulható. És Isten azt szeretné, hogy e szerint éljünk. Igen, ez egy fantasztikus dolog, és ezért is nagy jelentőségű, hogy mi erről beszélgetünk, hogy valóban az élet minden területére olyan alapvető igazságokra lelünk, lásd pénzügyek, lásd hiteltől roskadozó társadalom, aki fuldoklik az adósság tengerben, ami bizony-bizony nagyon nehézé teszi az életet, és talán végérvényes tragédiát is eredményez, de ha netalán ezeket a pénzügyi dolgokat így forgatná az ember, és akik hiteleznek, így viszonyulnának azokhoz, akik ilyen helyzetbe kerültek, akkor talán nem lenne ennyi nyomorúság, mi több, úgy gondolom, hogy az áldást nyer az is, aki úgy ad, hogy a másik életét nem akarja megnyomorítani, hanem tényleg segítségére akar lenni a másik embernek. Nagyon, igen, csak egy perc, egy másodpercünk van. Akkor. De egy igét, vagy nem tudom, azt nyugodtan ennek az igének a folytatása, az valami fantasztikus. És pedig? Az Isten olyan áldást ígér azoknak, akik betartják ezt, hogy azért nem fogsz elszegényedni, mert a te Istened visel rólad gondot. Hát ez legyen akkor a zárószó, hogy azért nem szegényedünk el, mert a mi örökkévaló Teremtőn gondot visel, és a bajba is kerülünk, és hozzá kiáltunk, kizárt, ha mi szívünket odaadjuk, hogy ő nem mutatna egy kivezető utat, és valamilyen módon nem lenne javunkra az a keserves út, hiszen van egy másik ige is, hogy az Istenfélőknek minden a javukra válik. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen mindazoknak, akik velünk voltak, köszönöm a vendégemnek, minden jót kívánok, viszontlátásra!